Nem egy, nem kettő, nem három, hanem több mint 10 éve fejlesztették ezt a 3D-s platform egy gyűjtögetős játékot. Én már vártam régóta, figyelem, ez itt a márciusi egyik játék, amit végigjátszunk. Jó szórakozást kívánok! Ez a Numbskull Games által kiadott játék Clive and Wrench címet kapta. Ez egy új játék, habár nagyon sok inspirációt vett elvileg, ez a Dinosaur Bytes által fejlesztett, a Numbskull Games az meg a kiadó volt ezek szerint akkor. Lássuk, mit tudtak összehozni. Na, az a ranch, mert ezt tudom, hogy Cliven Ranch az egy nyúl és egy pressure options, egy nyúl és egy majom. A story pedig itt kezdődik, már is benne vagyunk. Unity-be készült ez a játék, szóval szokásos jó kis grafika. És akkor úgy tűnik, lesz valami történet is vele, hát nagyon érdekes volt már a belépés is. De itt valami katonaság, valami zongorás, jó lesz ez. Ahogy itt zongoráznak, tuti, hogy ezek lesznek a gonoszok, így hát figyeld, ide jön aztán chat, oda a Flex Carburetor. Hát ez mi? Ez most a fluxus kondenzátor a visszajövőből? Én ismerem, 90-es évekbeli gyerek vagyok, Jurassic Park, és a visszajövőbe az ott volt a szeren. A következő reggel pedig... Hoppá, Super Mario kastélya, láttad? Na itt van, Clive fekszik, Ranch fekszik, és aztán jó reggelt kívánunk neki. Kicsit olyan így a grafikája, mint a Dreams-be készült játékoknak. Na de ez egy kiforrott, teljes értékű játék lesz. Platina trófeázás, maxolá... Hoppá! Ott mi van ott a valami játékok ott vannak? Így kidolgozott textúrákkal, hogy látszik, le lehet olvasni, na arra kíváncsi leszek. Honey Cheerios, nem Cheerios, hanem Beerios meg így. Na mi történt? Valaki kimászott az ablakon, pedig erről nem is, vagy bemászott, kimászott, vagy mi van itt? Nézzünk ki, aztán, na, ott van egy kastély, és akkor... Wow, hát ez mi volt? Na keljetek csak felfelé? Valami baj van. Aha, itt van a tervünk, tehát akkor gonoszság. Oké. Plusz az... Jó. Igen, na nézzük tovább, tanuljuk. Plusz a stopperek. Oké. Stopper rendbe. Mivel egyenlő? A világ elégetve. Az már nem menne, ő meg kajázik, Cheerios az ilyen felé. Ez valami időutazó sztori lesz, akkor nézd csak az órával, pik-pak, időbe utazok ide, időbe utazok oda. Hát ez a Crash 3 bordos sztori, de még közben más is eszembe itt. Hoppá, az micsoda? Valami játékot hozott ki megint elő. Oké. A hűtőre mutat, hogy a hűtővel fogtok ti menni, és nem akar órával. Jó, akkor megyünk. Mi? A hűtővel fognak időbe utazni? Ja, micsoda kezdet, nem Dinosaur by Studio, nem tudom hány fő is ez a stúdió, de a Clive Ranch bekezdő, nagyon jó ez a bevezetés. Jó, itt vagyunk az órában. Micsoda? Continue, el se kezdtem még, mit itt a menu, options, ez a, itt van rajta, úgy tűnik itt van rajta, speedrun timer, hát még nem speedrunolom, ez még csak az első menet. Itt van nekünk az irányítás, audio, persze az lehet, a nyelvek, rendben van, minden oké, és felirat, hát az ide nem kell, úgyhogy menjünk, kezdjünk egy új játékot. Nincs is fel, tehát ennyi slot, A, B, C, tehát még nincsen semmilyen mentésem. Én a C-re mentem el, én arra mentem el, az a hűtős. Na nézzük, akkor a hűtővel megérkezünk az időbe, visszautazunk, vagy most megyünk az idő kerekén, és akkor fú, ezek a gyors betöltések, hát igen, a PS5-ös az azért ilyen. Nézzük a micsoda? Itt kell nekünk kiválasztani, vagy na, hadd halljam, mi a helyzet. Oké, advanced moves, na nézzük, orientation room, na lássuk, hogy milyen az az orientation room, hát valami tutoriál az jöhetne. Itt van az orientation, jó, ez lesz az első, hát az ugrás az gondolom úgy rendben. Töltsük be, akkor itt gondolom ez a tutorial, mi ez, 4 méter, 8 méterre, itt fejlesztették a játékot, nem, hogy mekkora az ugrás. Space between time, a checkpoint itt van.
a keresztel tudunk ugrani, háromszög, jó, ja, itt leírja szépen, hát szerintem menni fog, dupla ugrás is megvan, ja, hát ezt most mondja, 1 és 2 rajta tartva, vagy ho, bár tripla ugrás, 1, 2, hát nem, csak dupla ugrás van, L1 alsoncsúszás, és, vagy inkább az a futás, és azzal úgy messzebbre tudunk kerülni, és közben úgy látom gyűjtögetjük bal felül a cuccokat, 22-23, R1, és aztán ez a nagyobb ugrás, ez a guggolós ugrás crashből, jó, aztán négyzet, ja, ezzel meg úgy pörgetjük a majmot, ez a glide így, vagy hát, szóval is mondanám, kicsit fent maradunk a levegőbe. Oké, ez jó lesz, még itt mi van, ezzel, ha ezt megnyomjuk, akkor mutatja, ja ez a Spyros, mutatja, hogy merre van a gyűjteni való, ez jó lesz, ez tetszik, na merre van a következő, nem hagytam el egyet se, ide lent vannak a lépcsőn, ezt szét lehet ütni, ja a körrel pörgünk, jó, itt van minden, hallod, itt van Spyros, van aztán, hát nem is tudom, Jak and Dexter, vagy Twinsanity Crash, és milyen, inspirációk, milyen gondolatok, de akkor ezzel kész vagyunk, vagy merre ugorjak, mert ez így idáig mentünk, backpack az rajtunk, jó, ja ide szélre át kellett ugorni, jó, szélre itt megint tovább, ide, és itt ez, mi, Dog Detective, egy easter egg már is itt van, happy easter, ja ez egy easter egg volt, azt hittem ide tényleg átkerül, figyeld itt egy kutyás ki, mi ez itt, hát ez most mit keres itt egy ilyen kutyás, csak ide elugrottam, hát azt hittem, hogy hát a trófeát megkaptam érte, azt hittem erre kell ugorni, mert itt így el volt rejtve, hát vagy itt le kellett volna esni, vagy itt hova menjek én, hát itt lefelé az teljes leesés, ebbe az irányba lehet itt még XX4, vagy micsoda, vagy ilyen X, hát ezt már csináltam, nem? Hát az a dupla ugrás, és akkor ez a pörgőz, az még megvan. Aztán négyzet, és akkor jajajaj, itt így ugorjunk be. Víz alatt, oké, leszünk a víz alatt is. Hát nem tudom, ez mennyire lesz jó ez a víz alatti irányítás. Meglátjuk, hogy ez hogy fog menni. Ott a buborékok tűnnek elfelé, szonikos tündündündünd, hogy ez nem lesz. Hát ez a víz alatti irányítás, Rayman, Regents, Rayman Origins, ott nagyon király volt, habár az mondjuk egy 2D-s játék volt, az is igaz. Na jó, szerintem jöjjünk ki innen, körrel pörgőzés, jaja, erről már volt szó, ezt ki is próbáltam, nyomkodtam én össze-vissza a dolgokat, hogy kiderüljön. Jó, ez is megvan, és akkor maradt itt még valami, hogy menjünk tovább. Odáig átugorni, szerintem futás, egy ugrás, még egy, és aztán egy mekkora területeket le tudunk mi itt így haladni. Ez igen, jól hangzik. Nice job, akkor mehetünk a valódi helyre, az R3, amivel first person mode, nézzük a vortexet, vagy mit mondott, hogy vissza ki tudunk menni, ez ennyi, itt így oda-vissza lefelé, ami ott van, mert onnan jöttünk be, nem? Szerintem onnan jöttünk be, ide jöhetünk, akkor leugrok. Így szerintem összegyűjtöttem talán mindent, vagy nem, még itt maradt egy. Oké, van-e még, menjünk vissza, vagy hát szerintem megvan minden, de ha nem, akkor csak szólni fog a játék, hogy mit gyűjtöttem össze, vagy mit nem. Remélem azt össze fogja még írni, lehet, hogy kettő még pont hiányzik. Na de nekünk az első világ, vagy hát, hogy vannak a világok? Middle Age Crisis, jó, akkor van itt egy ilyen Triceratops, van itt az Ice Retatrops, van itt még a Crash Cove, vagy mi van ideírva? Valami másik, aztán Hair Today, Gang Tomorrow, megint itt a szóicek, mint a Crash játékokban, The Chimp, The Bag and The Bunny. Figyeld itt milyen Ancient Greece, tehát mindegyik nyitva van, vagy Tempus Toms, bármelyikbe mehet? Ja, nem bármelyikbe, mert ide 450 szükséges, ide, ez pedig nyitva, Bunny, I Shrunk the Chimp, mit tudja? Jaj, drágám, összementek, a gyerekek összementek, vagy mi ez a szöveg, itt van valami ilyesmi, drágám, a gyerekek összementek megint, van egy ilyen film, és az is valami ilyen angol címet kapott, de ide bejöttünk, mi ez itt? Ez itt most mi akar lenni, egy ilyen Toy Story-s világ, itt vagyunk kicsiben. Ó, várjál, mert itt lövöldöz minket, el tudjuk pörögni? Igen. Oké, na akkor lássuk meg, hogy Froggy 2, Bubsy 3D helyett Dudsy 3D,
Tekken 3, Volleygen, Karting, Least You, Baben, Bez, Space Burst, mik ezek a játékok? Ja, ez komoly, ilyen sok utalás, hogy kis easter egg-ek lesznek itt, ez itt mi Greybox 2.0, ez a PS2 lesz, vagy mi Chicken Nuggets itt van, mi ez a sok érdekesség. Hát jó, tetszik ez a játék. Hát nem tudom, egyből összegyűjtöm-e a dolgokat, de annyi biztos, hogy tetszenek ezek az utalások, meg az ilyen kis trükkök. Kicsit hozzászokunk még az irányításhoz, aztán akkor nyomjuk a világokat, megnézzük. Egy világ, egy pálya lesz, vagy hogy van itt? Mert itt csak így bejöttem ide, és wow. Ja, most kezdődik a világ, nem? A kicsi... Ja, így van a betöltés, hogy akkor alacsonyan ott volt egy világ, és akkor kezdődhet is az első. Na mi a helyzet? Itt van, itt van. Drágám, a gyerekek összementek. Akkor 10, 5 és 400 cuckó. Jó, gyűjtögetés, akkor gondolom meg lesz. Erre egy, ezzel kapcsolni, vagy így lehasalni rá. Oké, okay, hát az elég egyértelmű volt. De rendben is. Ah, jó. Megvan egy Ancient Stone. Egy követ akkor megtaláltunk, ami szükséges. 1/10. Itt van nekünk egy info, hát ez nagyon kicsi, ott a bal alsó sarokban nagyon kicsi, hogy ott van. Oké, okay, akkor tudsz beszélni a háromszöggel, és keresed a csúszós felmászókat. Jó, hát ez lesz az, ez szerintem. Erre rá tudunk kapaszkodni, és fel tudunk mászni rajta. De hát, ahhoz neki kell menni. Jaja, itt is vagyunk, és akkor fent vagyunk. Ez nagyon király, ilyen Toy Story is, hogy nem is tudom, leszetném, de ez nagyon király. Sampont, de figyelj, milyen komoly kidolgozott textúrákkal van, mindent le lehet olvasni. Ahol betű van, azt le tudjuk olvasni eddig legalábbis. Figyeld, ezt, mi ez a kis ördögfajzat? Itt is le lehet olvasni, hogy csinálunk egy kis kávét, figyeld, ott van the first, és szerintem nagyon jó, ez nagyon tetszik, na nézzük. Ó, ott is egy gyűjteni valahol, hát akkor ez könnyű, könnyűnek tűnik eddig legalábbis. De lehet, hogy a többi összegyűjteni valahol, na az nem lesz ennyire könnyű, de jól ki van dolgozva. Ott úgy tűnik, majd ki tudunk menni, de itt teljesen, vagy csak ugrálva majd, na majd mindjárt kiderül. Lehet, hogy csak az rosszul látom, itt is van valaki, hoppá, itt is egy Ancient Stone. Jó, akkor ezeket gyűjtögetjük elég gyorsan és elég ügyesen. Hogy 10 kell-e mindegyik, az jó kérdés, ez kell Daukusnak, na végre kiderült akkor mi a neve. Jó, hát akkor köszönjük szépen, megyünk és akkor gyűjtögetünk, azt mondja, először téged el is pöröglek. Jó, itt is van, és akkor mászunk, ahogy valaki úgy kajázik, hogy esik lefelé a tészta, hát hogy eszel, mit eszel? Lányok, ide be tudunk-e törni? Nézzük csak ide. Hát, ezt nem tudjuk, reménykedtem benne, hogy akkor be tudjuk itt törni, de nem, és ha így futni lehet, nagy ugrás, pörgés, minden. Jó, lesz kapaszkodás is van ezek szerint. Úgyhogy ezt kihasználjuk és úgy megyünk fel. Ezek kis ördögfiókák vannak itt, akik minket ott milyen srekkes, mi van ott, mi az a kis srekkes ott. Hát nézem az milyen babot, vagy mi van még ott. Erre ide kerülök egy ilyet, figyeld! Ezt a kerülést így gondolta a játék? Hát nem tudom, de azt tudom, hogy ide tudok egy ilyen hasonlást nyomni. Bowling golyó! Indulás, mehet a dolgára, és így kinyitotta. Oké, okay, akkor csak kinyitotta. Mikro, indítsuk be a kaját, és csak itt van. Itt van Clive and Ranch, csak most egy másik helyen vagyunk, összementünk. Jó, akkor ide föl, és ott, ja, ez csak egy óra van itt, egy stopper óra. Jó, odafent viszont ott van, aki beszélt, vagy hát nem nagyon beszélt, de itt van. Na, mi a helyzet veled? 1/5, őket is össze kell gyűjteni. Ott lesz a kulcs. A mögött vere, csak hadd nézzem, hogyha ráugrok erre. Ott a kulcs. Várjál, az a következő világhoz kellene. Meglátjuk, mert mélyecskéből 5-öt kell összegyűjteni, kulcsból szintén 5-öt. Ez meg is volt. És akkor ide megérkezünk. Nem tudom, azok milyen kaják, vagy mi a helyzet, de Schulzer spaghetti, baked beans, ez a Shrek fej. nagyon jók itt a cuccok. Oké, okay, hát akkor vissza fel tudunk menni, vagy hát nem is fontos vissza fölmenni, mert igazából amit kinyitottunk, az a bowlingos volt. Bowlingnál pedig mi szerintem mehetünk ott tovább, ahogy úgy kinyitotta. Gyerünk csak így ide befelé, ott volt még egy kulcs. Nem tudom, hogy mennyire fontos összegyűjteni a dolgokat.
de annyit tudok, hogy wow, az az életet úgy leszette, az a torta az élet. Akkor itt várjunk egy kicsit és úgy menjünk át, mert itt így sebez minket, de alig tűnik ez fel, hogy ez sebzés. Megvan nekünk még egy méhecske akkor. Ott egy felirat, mi van? Living room? Jó, menjünk a nappaliba. Hát ez tényleg olyan, mint a Toy Story 2. Nekem ez olyasminek tűnik ez a játék. Én azt még játszottam PS1-en, meg volt. Toy Story 3-at megjátszottam a csatornán is, szóval az elég jó volt. Az rendben van, a checkpoint itt elmentve. Jó, várjunk, csak nézzük. Figyelj, itt a gabonapehely hátulján itt van egy ilyen keresztrejtvény, és le lehet olvasni, és akkor meg lehet csinálni. Hát ez nagyon király. Ez nagyon tetszik ebbe a játékba, hogy tényleg minden úgy aprólékosan ott ki van mutatva, és meg lehet nézni, el lehet olvasni. Ez nekem nagyon tetszik. Figyelj, itt milyen videókazetta van itt, hadd nézzem meg. Rich and Nick in the Terrace, ezt mondjuk nem ismerem, ez melyik film, vagy Richie Rich, azt a filmet azt ismerem, nézd meg, itt meg lehet ez a Matrix, ez a keresztapa, a Darkfather, a Godfather helyett, a pizza, az mondjuk nem tudom, ott egy controller, ott Nintendo GameCube, vagy mi van itt, IndyCar, Super, hát ezek nagyon jók amúgy. Nagyon jó ez az egész kialakítás. Na, ott van a Flex Carburetor, azzal utaztak akkor a múltban meg a jövőben, nem tudjuk, hogy merre, de annyi biztos, hogy ott van Rexnek, úgy tűnik, mint a Toy Story is Rex, Moods Day, FM Mood, itt lejátszunk, hát ez nagyon király, ez az egész világ. Na nézzük, milyen kazetták, vagy mik vannak itt, CD-k, vagy hát nézzük, nem lehet megnézni. Na, meg lehet, Jeff and Dexter ott van középen, akkor mi van, Socket and Clank, az Ratchet and Clank, Sneaky Raccoon, a Sly Cooper, Wally, Double Trouble, az nem tudom melyik, Marco Sansog, az nem tudom, Loose Castle, az nem tudom, az Peachy Castle, Anubis, Spyro the Dinosaur, az tuti, Trouble with the Trolley, az tuti, itt van, Trouble with the Trolley, az a Spyro 2-ből. Wally the Wombat, az Crash, Toy Story 2, az a Toy Story 2, szerintem ide összegyűjtették, hogy honnan szedték az inspirációt, hát ez nagyon király. Ez amúgy nagyon tetszik, amit itt csináltak, ez nekem nagyon tetszik ez a játék. Na, mert odáig át kellene ugorni, akkor futás, egy ugrás, még egy és egy kis glájdolás, akkor ez fog adni nekünk egy hermét, ja vagy nem, az visz minket, nem? De szerintem, ha így a szoba akkor így kinyílik teljes mértékben a másik oldalt, mi a helyzet akkor? Hát hogy van akkor vége a pályának? Tehát, hogy meddig kell nekünk eljutni? Tehát én itt így összegyűjtök mindent, amit tudok, de lehet, hogy tényleg itt csak ilyen gyűjtögető is, tehát nem, nincs vége a pályának, ennyi volt. Azt hittem, hogy valahol lesz egy jelzés, hogy oké, megmentetted a, nem tudom, a királynőit, vagy valamit megmentettél, vagy meg... Ja, vagy mondjuk itt megvan a safe. Arra nézzük csak meg. Egy szép, úgy tűnik be van zárva. 5 kulcs kell, hogy kinyissuk. Igen, 2x5 az már úgy megvan. Jó, hát akkor majd szétnézek még, hogy merre lehet. És akkor megszerezzük azokat a kulcsokat is. Mondjuk, oké, ide rejtve. Ez volt itt a harmadik. Az is biztos a teljes 100%-hoz kell lesz, de én most először csak úgy végig mennék a játékon, megnézném, hogy milyen kihívásokat tud nekünk nyújtani. A checkpointot elmondja, szerintem az rendben lesz. Itt még akkor még szétnézek, hogy van-e még valami extra. Hova a távirányítónál itt be lehetett nyomni, vagy mi van itt, vagy itt be lehetett nyomni egy gombot, és akkor úgy tűnik, hogy oda lent, akkor lett valami kapcsolás. Hadd nézzem itt a változás, hogy itt le tudunk csúszni, ez az. Jó. Oké, akkor itt volt egy kis rejtett. Túl sokat leestem, ez túl sok volt, még a gyűjteni való. Itt van pár ilyen lépcsőzetesen, megyünk le a pincébe ezek szerint, akkor csak volt még itt valami a pályán. Az kulcs, hát nézem. Igen, ez a negyedik kulcs. Kellene még egy. Aztán itt még a fürdőszoba. Még itt a teljes fürdőszoba itt van. Na, hát nézem, miket mond ez, valami... Micsoda? Úgy tűnik a testvérem elvitte a testvéremet. Hűha! Na jó, akkor mentjük meg a tesókát. És ott van még egy ilyen...
Oh, a támadás. Jól van, és akkor jöhet az Ancient Stone. Hát már megszereztünk párat, jó, sikerült. És akkor hát 400 óra van még, azt írja, valami nem összesen, tehát 263-at megszereztünk. Ide lent akkor még nézzünk szét, ide be lehet menni, figyel. A pók is ott van, néhány gyűjteni valahol, Shampoon, Head and Shoulders, Knees and Toes, hát ilyen nincs. Ha, az kicsoda, kiszaladt ott. És te meg ki vagy ott? Valami ott van nála. Egy kis figura, várjál már, azt el kellene szerintem kapni ebbe az irányba, nem fordulsz be. Ott van, azt meg lehet szerintem valahogy úgy kerülni és elkérni tőle. WC papír itt van, WC, szerencse, hogy le van zárva, várjál, oda nem tud felkapaszkodni. Hát ha nem tud... mit keres ott a bab a WC-n? Jó, akkor a checkpointot így elértük. És akkor fentet tudunk még ugorni, igen. Gyűjtéssel úgy fentet jutni. Egy kulcs kellene még. Remélhetőleg akkor meg lesz odalent, az ott szerintem nem kulcs. Habár a csapat meg lehet indítani. Másik oldalt benne a fürdőkádba szivacs. Aztán innen fentet... Jó, ott a... Save the world, vagy ott van a vége, szerintem ott a pálya vége, na az már annak tűnik. Akkor nyissuk meg a csapot. Oh-oh. Tiszta víz lett az egész fürdőszoba, eláztattuk a fürdőszobát. Cső, na ez igen. Akkor itt most már lemehetünk ide a víz alá, engedjük le. Hogy is volt az irányítás, hogy le tudunk merülni? Jaja, lemerülés, inkább jöjjünk fel. Vagy hát, várjál csak, mi van ott lent? Mondjuk, az ott egy kulcs lenne otthon? Ja nem, az csak egy maradványa volt a... Maradványa volt szerintem valamelyik robotnak. Na jó, akkor maradjunk ide fent. Pizzázás, hát azért csak nem itt kellene pizzázni. Odáig át kellene jutni a másik oldalra. Hogy lehet? Így ez elég nagy ugrás lenne? Vagy? Hát csak erről felkapaszkodva. Nézzük meg esetleg onnan erre repülgetni. Hát ha ilyenre van lehetőség. Ha nem is kell, nem is kell. Úgy tűnik meg lehetett oldani anélkül is. Ott a kulcs. Ez az ilyen crash-es ugrás elég jól működik. Ez elég jól megy. Jó. Megvan a safe nyitva, és abba is van egy olyan ancient stone. Szóval azt is majd meg lehet szerezni, vissza lehet menni. Viszont itt én úgy láttam, mintha... Várjál csak, mintha ott lenne a szereplő, tehát ott a szereplő, oda akkor egy és még egy, így, hát szerintem a szivácsig el tudok jutni, az biztos, úha, de innen, aha, a mosdókagyló, és így innen már egyszerűen itt is vagyunk. Na, mi a helyzet? Ügyes voltál, hogy megtaláltál, azt mondja, itt van a gépezet, visszamehetünk oda, ahova szeretnél, na akkor kérjük el ezt az Ancient Stone. Jól néz ki a víz, mi? Hát igen, az biztos, hogy jól néz ki. És akkor ott a Time Machine, menjünk akkor, és fejezzük be akkor ezt a pályát. Habár mondjuk vissza lehetne menni, na nézzük itt, mit mond ez a tutoriálos. Megtaláltad, bocsi, hogy nem megyünk vissza pont a gépbe. Csak ez a hűtő van itt, amivel vissza tudunk menni. Mehetünk, és akkor indulás. Jó, hát akkor mehetünk vissza. Úgy tűnik, akkor ez volt így az első világ, vagy ennek van második. Meglátjuk, hogy ez most teljesen visszavisz-e, vagy pedig ennek a világnak van még egy pályája, mert hogy ezek a világok egyesével vannak, vagy... Ja, úgy tűnik, akkor itt mindegyik világ egy-egy pálya lesz szerintem legalábbis. Mert akkor ez volt a Bunny, ez volt itt az első, hogy összementek a kicsik, utána itt ez a triceratopsos, hát így majd lehet menni itt egy világonként. Én szerintem akkor azokat, hát még nem tudom, hogy fogom felosztani, vagy mit fogok tenni, de annyi biztos, hogy a skinek azok változnak attól függően, hogy hova akarok éppen bemenni, figyeld, ez is milyen vagánya, hogy így átmegyek, akkor itt a cowboyos, vagy milyen, itt akkor ez az ázsiai, oké, Kung Fu Panda, jó, kalózos is lesz, hogy ilyen érdekes, jó, tetszik ez az egész kialakítás, jó lesz, Clive and Ranch, találkozunk legközelebb.